A Budapesti Vállalkozás Fejlesztési Közalapítvány tavaszi rendezvénysorozatának keretein belül 2018. március 27-e és 29-e között rendezte meg a Rheinland Pitch of Danube Startup versenyt, a harmadik Startup Budapest Fórumot és Startup Expo-t, a Think Budapest hivatalos kísérő rendezvényeit. A közalapítvány a Digitalstadt Düsseldorf Egyesülettel és a Startplatz Düsseldorffal együttműködve rendezte meg március 27-én a Rheinland Pitch az egyik legnagyobb tömegeket megmozgató németországi startup verseny elődöntőit. A 2013-ban alapított verseny elődöntőinek négy rajnamenti metropolis mellett első alkalommal Budapest is otthont adott. Nagyon ígéretes kezdeményezések és ötleteket hallottuk ezeken a bemutatókon. Vannak olyanok, amelyek laikusként talán nem is olyan könnyen megérthetők, olyan technológiai problémákra adnak megoldást. Vannak olyanok is, amelyek kifejezetten a hétköznapi emberek problémáira adnak ígéretes megoldásokat. Nem tudjuk, hogy itt volt-e a mai versenyen a magyar részvevők között a jövő Prezi-e vagy a jövő Google-je, de az ilyen versenyeken tudnak ezek a vállalkozások a legjobban megmutatni magukat. Igazán nagy örömömre megtörtént a egy éves szülinapja a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány és a Digitalstadt Düsseldorf együttműködési szerződésének. Több mint 5 rendezvény történt egy év alatt, ahol magyar startupok bemutatkozhattak Észak-Rajna-Vesztfáliában, illetve minden budapesti nagy rendezvényünkön voltak itt német partnerek. Hihetetlen, de egy évvel ezelőtt, ha valaki azt mondta volna, hogy Rheinland Pitch a Magyarországon fogja az első külföldi versenyét megszervezni, ezt úgyse hitte volna el senki, és a valóság rácáfolt. A Rheinland Pitch-en itt tartottuk 4 rajnaparti város mellett 5., tehát első külföldiként Budapesten, a Dunán. Azt gondolom, hogy egy új helyzet. Új helyzet, amikor külföldi eredetű, külföldön standardizált és népszerűsített versenyek Budapesten kerülnek megrendezésre. Azt gondolom, hogy ez ebbe a startup világ működési rendszerébe való beolvadásnak egy újabb minőségi lépése. És örülök annak, hogy a városközi kapcsolatok, a vállalkozásfejlesztési közalapítvány és a Digitalstadt Düsseldorf együttműködése ilyen konkrét eredményeket is tud hozni, hiszen Düsseldorf, a Rajna vidéke, a kölni fejlettségű régiók bizony üzletileg is hatalmas lehetőséget jelentenek a magyar startupoknak. So it's of course the first time outside of the Rhineland. It was to us it was really new and it was what was nice, what really really good quality, good pitching quality. A good audience, so we had enough questions from the audience, so I liked it very much. And I think it's a very successful first step, but as with all first steps, you need to follow a second and a third step, and it will be some kind of a long-time journey. The Rheinland Pitch is that it's not just an event. It's basically an educational platform. And with that I mean is that every single startup that applies gets invited to get a whole day of pitch training with me. And I don't mean pitch training with like how to walk, how to talk. It's about sensitizing new, young, early stage startups, first time entrepreneurs, about what it actually takes today to be funded by an investor, a professional, experienced startup investor. Itt is voltak olyan startupok, amik úgy éreztem, hogy kicsit erősebben készültek, volt olyan, aki kicsit többet improvizált, ez Németországban pontosan ugyanez, és én szerintem ez teljesen megfelel annak a színvonalnak, ami nyugaton bárhol is van. Nyáron lesz folytatása, amikor győztes eljön Düsseldorfba a döntőre, és nagyon remélem, hogy akkor jövőre ilyenkor megint tudunk egy második Rheinland Pitch Dunaparton csinálni. Itt 4 startup bemutatkozását hallottuk, rengeteg kérdés merül föl. Az, hogy néhány száz ötletből, ha egy-kettő megvalósul, az már lehet, hogy kompenzálja a megmaradt 98 vagy 99 ügyet, és ez a lényeg, hogy legyen belőlük legalább egy olyan jó, ami önmagáért beszél és előre viszi az ország, Budapest, illetve az illetőknek a személyes boldogulását.
harmadik alkalommal rendezett Budapest Startup Fórumot a BVK március 28-án a Bálnában. A rendezvényen vették át okleveleiket a BVK 7. B-Smart és V4Eyes 2.0 startup versenyeinek nyertesei. Budapest nagyon inspiráló város is. Mi magunk próbáljuk úgy vezetni ezt a csodálatos központot, hogy minél több ihletet és inspirációt tudjuk nyújtani azoknak a vállalkozó, szellemiségű és kedvű fiataloknak, akik itt képzelik el a jövőjüket, akik itt tanulnak, és hát a hosszú távú fejlesztési terveinket is úgy készítjük elő, és úgy irányítjuk a város fejlesztését, hogy Budapest vonzó legyen és vonzó maradjon ezeknek az intuitív szellemiségű embereknek és ezeknek a vállalkozó szellemiségű fiataloknak. Budapesten, Magyarországon exponenciálisan nő a jó startupok száma, nem az első ötletekről beszélek, hanem azoknak a száma, akik mellé már tényleg a főváros kapcsolatrendszer építő potenciáját mellé lehet tenni. Gazdasági értelemben a régió feltűnően dinamikus növekedést produkál, és olyan innovatív, fiatal vállalkozókat nevel ki, mint a ma összegyűlt résztvevők, akik nemzetközileg is versenyképes ötletekkel vannak jelen a globális innovációs porondon. A BVK az egy közvetítő szerepet tud játszani az egyetemek között, mert ő nagyon sok egyetemmel együttműködik, látja a különböző egyetemeknek a különböző tudását, és azt is látja, hogy egyébként a piacon még mi az a hiányzó tudás, ami mondjuk egy adott egyetemen nincs meg, de mondjuk a másikon megvan, vagy egy harmadikon van meg, és ezeket ő össze tudja kötni. Borzasztóan hálás vagyok a Budapesti Vállalkozás Fejlesztési Közalapítványnak, hogy lehetővé tette a magyar startup egyik legjelentősebb startup verseny győzteseinek, hogy Portugáliában bemutatkozzanak. Azért fontos kihangsúlyoznom, hogy ez egy verseny volt, és győzteseket fogadtunk Portugáliában, mert így elképesztően jó színvonalú, minőségi előadásokat hallgathattak meg az ez iránt nyitott portugál szakmai közönség résztvevői is. Március 29-én a 7. B-Smart és V4Eyes 2.0 nyerte startupjai a Think Budapest kísérő rendezvényén a Startup Expo-n mutatkoztak be a Várkert bazárban.